ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm évközi 15. vasárnapon a jelenlévő és a médián keresztül bekapcsolódó testvéreket. A kezdő énekben hallhatjuk igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséget megnyilvánul, örvendezem. Így tudjunk mi is odalépni az Úr elé, és hogy ezt meg tudjuk tenni, testvéreink, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, ha mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és munasztással. Én vétkem, én vétkem, én vétkem, a vétkem, kérem ezért a boldogságos minden. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Istenünk, Te megmutatod igazságot, fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, amivel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ámoszhoz a könyvéből. Amácián Péter apja ezt mondta Ámosznak. Látod, menj el innen, menekülj Júda földjére. Ott edd a kenyeredet, és ott profétálj. Bételben többé ne profétálj, mert királyi szentély ez, és a királyság temploma. Ámosz itt felelt Amáciának. Nem vagyok én proféta, sem profétának fia. Pásztor vagyok, és füvét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől, azt mondta nekem az Úr, menj, profétálj népemnek, Izraelnek. Ez az Isten igéje. Nyertük el véle árán a megváltás és bűneink bocsánatát
bőséges kegyelme folytán, amely teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunk rajta ugyanis akaratának titkát. Azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben egyesít mindent, ami mennyben és földön van. Ő benne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki minden szabad elhatározásából tesz. Szolgáljuk hát fölséges dicsőségére mi, akik már korábban is Krisztusban követtük, Krisztusba vetettük reményünket, benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát és hittetek benne. Ő foglalója örökségünknek annak, hogy teljesen megváltja üvéit, legyünk az Isten fölségének dicsőségére. Ez az Isten igéje. Krisztusban szeretett testvérei, olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ebben a néhány szóban megjelenik két olyan dolog, amiről ebben a szentmisében szeretnék beszélni. Ez pedig a betegek szentsége, hogyan tudjunk viszonyulni ehhez a szentséghez, akár hogyha saját magunkról van szó, vagy hogyha szeretteinkről. A másik pedig, ahogyan hallottuk, sok beteget meggyógyítottak, hogy hogyan kell tudnunk ott lenni beteg szeretteink mellett. Úgy gondoljuk,
emberileg meg lehet érteni őket, akik félnek papot hívni, súlyosan beteg vagy idős hozzátartozójukhoz. Szoktak arra hivatkozni, nem akarják őket megijeszteni, vagy nem akarják őket megbántani. Minden ember élni vágyik, mi hívők még inkább. Tudjuk, hogy itt van a földi életünk, de nem csak ez a földi életünk van, hanem meg vagyunk hívva az örök életre is. És ebben felelősségem van saját magamnak is, és felelősségem van abban, hogy segítsem a hozzátartozómat is. Sajnos vannak esetek, amikor hirtelen következik be a halál pillanata, akkor nem tudunk már tenni, mint imádkozni elhunyt szeretteinkért. És az örök életbe vetett hitünk, a reménységünk akkor szokott meginogni, amikor sokkoló hatással tör ránk a betegség, a betegségnek a tudata. De tudjuk, hogy Krisztus is szenvedett. Betegség alkalmával őként tudja súlyos és hosszantartó a földi erőnk végességét tudjuk megélni. De a betegek szentsége összeköt bennünket Jézussal. Az ő szeretete, amivel önként vállalta a szenvedést és a halált, átalakítja bennünk a szenvedést, a mi elesettségünket. Megkönnyebbít és lelki erőt ad számunkra. Amikor a pap kiszolgáltatja ezt a szentséget, a kezét a beteg fölé terjeszti, imádkozik érte, és a homlokát és a két tenyerét megkenni a szent olajjal. És ez a gesztus közvetíti Jézus szerető jelenlétét, az ő erejét, aki megsegíti és megerősíti a szenvedőt, a beteget. Valahányszor egy keresztény súlyosan megbetegszik, felveheti a szent kenetet, és meg is ismételheti, ha állapota súlyoskodik. Ez is mutatja, hogy el kell felejtenünk azt a dolgot, hogy ez a szentség az utolsó kenet, mert ugyan látjuk, többször föl lehet venni, ez a betegek kenete. És akit megken a pap a szent olajjal, imádkozik érte, maga Krisztus költözik belé. Ő maga vigasztalja a beteget, a szenvedőt a Szentlélek erejével, és talpra állítja benne a lelket. Aki tudja hittel venni ezt a szentséget, ugyanazt éli át, mint az emauszi tanítványok. Nem az, amire mindig folyamatosan gondolunk, hogy megijed, hogy megbántjuk, hanem azt érzi, hogy lámpol a szíve, amikor a szentségben találkozik Jézussal. Ha megnézzük az Ószövetséget, a Sirák fia könyvét, ott is le van írva, mennyire fontos a beteg számára az imádság, mint az orvos mellett. A betegnek Istenhez kell imádkozni gyógyulásért, de hivatni kell az orvost is, hiszen az orvos is Isten teremtménye. Így van leírva Sirák fia könyvében, fiam, ne késlekedj, hogyha megbetegszel, imádkozz az Úrhoz és meggyógyít téged. De hívd az orvost is, az Úr alkotta őt is, ő se hiányozzék, mert rá is szükség van. Van, amikor az ő kezében van az egészség, mert hiszen ő is könyörög az Úrhoz, hogy munkája nyomán javulás álljon be, és adjon gyógyulást az élet javára. És hogyha megnézzük az evangéliumokat, újra és újra beszámolnak arról, hogy Jézus találkozik a betegekkel, ő pedig valamennyit meggyógyítja. És a gyógyításról szóló beszédekben, evangéliumokban
van egy nagyon jellemző vonás, az pedig az, hogy Jézus beszédbe elegyedik a beteggel. Nem valami távolból történő találkozás következik be, nem mintha csak receptet írna fel, hanem a gyógyítás a személyes találkozásban jelenik meg. De azt is tudjuk, hogy vannak kivételek a római százados szolgájával kapcsolatban. Jézus nem mehet el hozzá, mert a százados nem tartotta magát méltónak, hogy Jézus a házába fogadja. De mégis megtörténik a csoda, mert Jézus segíteni akar a beteg és bajban lévő embereken. Úgy értelmezte magát, mint az üdvösséget és a gyógyulást hozó. És ahogyan hallottuk az evangéliumban, a tanítványok a gyógyítás hatalmát nem egyszerűen a hivatalokhoz kapcsolódva kapják, hanem hogy Jézushoz tartoznak, és ott van a hitüknek az ereje. Az olaj a beteghez fordulás külső formájához tartozik, viszont döntő szerepe van benne, hogy ez az odafordulás az Úr nevében történik. A beteg pedig hittel bekapcsolódik ebbe az eseménybe. Láttuk az orvosnak a szerepét, láttuk a papnak a szerepét, de ott van a mi szerepünk is. Tudjuk meglátogatni beteg szeretteinket, tudjuk megérinteni őket, beszéljünk hozzájuk, imádkozzunk mellette és vele együtt. Nem dönthetünk arról, hogy ebből mennyit tud felfogni, de arról dönthetünk, hogy mi magunk mit teszünk meg érte. Nagyon sokszor félünk a szenvedéstől, félünk a szenvedéssel való találkozásra, félünk attól, hogy meglátogassuk, hogy szembesüljünk a betegséggel, a szenvedéssel. De hányszor megtapasztaljuk azt, amikor mozdulatlan beteghez megyünk, imádkozunk érte, ő pedig keresztvetésre indítja a kezét. Mennyire meg tud változtatni bennünket, amikor oda tudunk fordulni a beteghez. Megérik a lelkünk, hogyha találkozunk a szenvedéssel, és nem csak szemléljük, hanem aktívan részt veszünk az eseményben. Elképzelhetetlenül finom érzékenységet fejleszt ki bennünk. A ránk áramló képek, filmek, reklámok, életstílusok az életről, a fiatalságról, a vidámságról szólnak. A jólétre és az élvezetekre akarnak irányítani bennünket. Viszont egy beteg visszahat ránk. Amikor meglátogatunk egy beteget, az a lényegre irányít, alázatossá tesz bennünket, fontossá teszi azt az időt, amit vele együtt töltünk, rámutat a valódi értékekre, megtisztító könnyekre indít, és nem utolsó sorban, az Isten felé fordít bennünket. És nem csak a betegnek, a szenvedőnek a fontos, hogy meglátogatjuk, hogy beszélünk hozzá, hogy imádkozunk érte, imádkozunk vele, hogy felolvasunk neki a Szentírásból, hogy odaírjuk a papot, hogy kiszolgáltassa a betegek szentségét, hanem mindez visszahat ránk. Talán ez az a szeretet, ami a betegünk utolsó tettének egyikének számít. Amen. Testvéreim, valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették,
meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozunk testvéreim, hogy Isten országának örömhíre elterjedjen az egész világon. Add Urunk, hogy szent igédet mindig készséges szívvel fogadja az egész emberiség. Segíts azokat, akiket szent fiad meghívott szolgálatára, hogy önzetlenül töltsék be apostoli küldetésüket. Ébresz elegendő számban hivatásokat az ige hirdetés magasztos feladatára. Kelts föl közömbössé vált embertársainkban az érdeklődés az evangélium iránt. Tedd gyümölcsözővé kegyelmeddel a hitoktatás munkáját hozzánkban. Addulunk, hogy a háború véget érjen és béke legyen a földön. Érjünk, óriszt és hont az ártatlanokat és minket is. Áld meg azokat, akik papi szolgálatra készülnek, szíts fel bennük a lelkesedést, és tedd szilárdá hitüket. Jóságos Atyánk, Te fiad által az apostolokra bíztad szent hitünk terjesztését, add kérünk, hogy kinyilatkoztatott tanításodat mindig készséggel fogadjuk, és áldozatos apostoli lelkülettel hirdessük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi ember, és szenvedésével minden bűnt eltörölt. Majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát szentjük, és vég nélkül énekeljük. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Úrunk, és hittel hagyjuk a támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiat áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Attól, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük,
Szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonj magad az érgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhűlt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagban részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadban mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve minket bevárjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzet, nem egy házad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki érzés uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen Isten báránya,
Íme, aki elviszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékokban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk, kérve kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmet, Krisztus, ami Urunk által. Érdekjük a kedves testvéreknek, a nagy melegre való tekintettel, a sekvesnek ütőjébe vizeket helyeztünk el. Aki rosszul érzi magát, nyugodtan kérjen belőlük. Balsi Balázs atya július 14-től augusztus 4-ig lesi jogárton, július 15-től július 19-ig lelki gyakorlatot tart. Részletek a hirdetőtáblán olvashatóak. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenem.